szabályát rám. Az egyik álma vékonyabb, mint a másik. Na és mi ez ahhoz képest, hogy meg is hallhattál? A Gyulai Várszínház kamaratermében hétfőn Frida Kahlo mexikói festőművész hányattatott sorsát mutatták be Bodor Böbe rendezésében. Az előadás címszerepét a gyulai színésznő Kovács Vanda játszotta, aki elárulta, közel áll a szívéhez ez a szerep. Bár utoljára februárban adták elő a közönség előtt, ettől függetlenül azóta is minden nap foglalkozik vele, hiszen olyan mély hatást gyakorolt rá a festőnő tragikus életútja. Kiemelte, az egyik legnehezebb jelenet az, amikor Frida megtudja, hogy férje a húgával lépett félre. Nyilván nagyon komoly jelenet, amikor ugye a saját húgommal csal meg a Diego, tehát nyilván ezek nagyon kemény jelenetek, ugye ők azután is váltak el, és egy olyan házat építettek, amiben volt egy átjáró, de az egyik részében lakott a Frida, a másikban pedig a Diego. Hát például az egy hát úgy dráma jelenet, hogy azért az egy nagyon mély dolog. Megközelebb nem kaptam titeket! Hogy úgy eddig nem fedeztek? Állom, mit tudom? Ha ennek kedved akármi. Ne! A darab egyik különlegessége az, hogy ugyan számtalan szerep megjelenik a színpadon, a nézők azonban mindezt csupán 4 színész előadásában láthatják. Auk Széva, Fridán kívül az összes nőt, Géci Zoltán a fiatal férfiakat, míg E. és Robert, Diego Rivérát, a festőnő apját és Leo doktort játszotta. De megjelentek a legismertebb műveik is, még inkább kifejezve azt a fajta alkotói energiát, küzdelmet, mely hozzájárul Frida Kahlo népszerűségéhez. Frida Kahlo jelenség, mint olyan már sokakat foglalkoztat, érdekel, különböző szempontból vizsgálják az ő életét, személyiségét, sorsát, művészetét, és hát ez nyilván itt az előadásban is különböző megvilágításokat kap. A Bartók Kamara Színház előadását követően a nézők a Gyulai Várszínház színpadán a Migránsok, avagy Túlsúlyban a Bárkánk című darabot láthatják.